És a stúdióban már is köszöntöm első vendégemet, Dajcs Tamás, Fidesz és LP képviselőt, a digitális jólétért felelős miniszterelnöki biztos jó estét kívánok. Köszönjük Kezdjük először az internet áf, a csökkentése. Ugye 2017-ben első körben, év elejétől, január 1-től 27-ről 18 százalékra csökkent ez a közteher, most január 1-től 5-re. Az első körös tapasztalatok vagy ellenőrzések alapján mennyire érvényesült az árakban ez a csökkentés? Teljes mértékben. <kül> Nagyon is említette, ugyebár ez a 27%-ról 18%-ra történt adócsökkentés, ez azzal járt, hogy mintegy 7-8%-kal csökkent mindenkinek, minden magyar polgárnak, minden családnak, minden vállalkozásnak az internet előfizetési díja. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a törvényben meglévő felhatalmazásával élve ellenőrizte, hogy az áfa csökkentés az utolsó fillérig fogyasztói csökkenésként jelenik -e meg a különböző internetes csomagok esetében. Tudni érdemes, hogy több mint 400 internet szolgáltató van Magyarországon, nem csak a 3-4-5 nagy, hanem vannak olyan szolgáltatók, amelyek egy-két faluban nyújtanak ilyen szolgáltatást. Valamennyi szolgáltató ellenőrzése után azt állapította meg az NMH, hogy összesen kettő kis internetszolgáltató volt az, amelyik nem érvényesítette az áfa csökkentést a fogyasztói árakban, tehát 99,9%-nál is nagyobb arányban a fogyasztói árak csökkenésében jelent meg. Ez azt jelentette, hogy 2017-ben egy havi előfizetési díjat tudtunk mindannyian megspórolni az adócsökkentésnek köszönhetően. Más szolgáltatások vagy akár áruk tekintetében jóval óvatosabb a kormány. Mi indokat az ilyen mértékű adócsökkentést az internet szolgáltatás tekintetében, azon túl, hogy olcsóbb legyen ez a szolgáltatás? Az az alapvető célunk, és ez nem csupán kormányzati cél, hanem a <coughs> teljes magyar digitális ökoszisztéma, a piaci szereplők, a szakmai és társadalmi szervezetek, de a digitális ökoszisztéma legfontosabb szereplői mi. Internet használók is azt szeretnénk, hogyha minden az internet használat útjában álló akadályt sikerülne közös erővel elbontanunk. Nos, ezen akadályok között szerepelt a pénzügyi, az anyagi akadály. Vannak voltak olyan családok, akiknek még a legolcsóbb internetelőfizetési díj is túl drága volt. Két olyan döntést hoztunk közösen, ami ahhoz vezetett, hogy a korábban az internetelőfizetés szempontjából kis pénzűnek mondható honfitársaink is immár tudnak internetelőfizetést létesíteni, az egyik az adócsökkentés, ez még egyszer mondom, tavaly egy havi előfizetési díjat jelentett, ennyit lehetett megspórolni, ez a mostani még nagyobb lépés, 18%-ról 5%-ra, tehát 13%-kal csökken az internet előfizetés áfája, ez mintegy 11-12%-kal fogja csökkenteni az internet előfizetésnek az árát. Összességében ez azt jelenti, hogy ha valaki 2016. decemberében ugyanarra az internetelőfizetési előfizetési volt a használója, mint aminek most 2018. januárjában, a két időszak között alig 13 hónap alatt majd 20%-kal lett olcsóbb az internet előfizetés. Az a cél, hogy minél többen tudják a digitális világ lehetőségeit kihasználni, és egy fél mondat még, a digitális jólét alapcsomag is ezt a célt szolgálta. Ez egy olyan kedvezményes áru internetelőfizetési csomag, amelyre azok fizethetnek elő, akiknek a megelőző egy évben nem volt internetelőfizetésük. Ezeknek az internetelőfizetési csomagoknak az ára az adott szolgáltató legkedvezményesebb internetelőfizetési díjánál is legalább 15%-kal olcsóbb. Ez vezetett oda, hogy a tavalyi évben több százezerrel bővült az internetelőfizetők száma. 72%-ról 78%-ra nőtt a magyar polgárok között azoknak az aránya, aki már rendszeres internet használó, alig egy százaléknyira vagyunk már csak elmaradva az Európai Unió átlagától. Nos, szinte napra pontosan a kormány bejelentésével, az adócsökkentéssel kapcsolatos bejelentésével megjelent a WHO listája, aki felvette a hivatalos függőségek közé az internet függőséget. A fiatal választópolgárokat gondolom nem kell arról győzködni, hogy miért fontos a digitalizáció, az internet használat elterjedése. Az idősebb korúválasztó polgárok számára, viszont lehet, hogy még értetetlen is akár, hogy miért állt bele ebbe a témába ennyire a kormány. Milyen előnyei származnak ebből egy országnak, vagy akár a felhasználóknak? Véletlenül sem, sem szeretnék úgy tenni, vagy ha engedi másképpen fogalmazok, én nagy butaságnak tartom azt, amikor valaki egyfajta vallásnak tekinti a digitalizációt, és annak a létező ugyan nem meghatározó, de mégis létező árnyoldalairól nem beszél. Nem véletlen, hogy a 2016-os esztendőben, tehát a tavalyi évet megelőzően, amikor a digitális jólét program végrehajtásához hozzákezdtünk, az egyik első stratégia, amit elkészítettünk, az Magyarország digitális gyermekvédelmi stratégiája. Azt szeretnénk, hogyha az egyre nagyobb arányban internet használóvá váló gyermekeink, unokáink, azok biztonságos, értékteremtő módon tudnának a digitális világ lehetőségeivel élni, ennek érdekében konkrét, kézzelfogható lépéseket tettünk, a szűrőprogramok elterjesztésétől kezdve, egészen a szülők vagy a gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzéséig, hogyan lehet a butatiltás helyett azonnal ragd le fiam azt a kütyüt, ehelyett a butatiltás helyett olyan megoldásokat alkalmazni, amivel az internet a digitális világban a gyerekekre leselkedő veszélyeket el lehet kerülni. A kérdése lényegére pedig az a válasz, hogy hogy a 21. század második évtizedének a végén a munkaerőpiaci érvényesülés szempontjából, a személyes ügyeink intézése szempontjából a digitális világ kínálta lehetőségek, azok kényelmesebbé, könnyebbé teszik az életünket, jobban fizető állásokat tudunk létesíteni. Meg ne haragudjon, remélem nem lesz félreérthető, de nem pályakezdő televíziós újságíró. Ha visszagondol arra, hogy ma talán legmodernebb technikával rendelkező magyarországi televízió, az ECO televíziónak a, a műszaki berendezéseit, az adásszerkesztését megfelelő digitális ismeretek nélkül meg lehetne csinálni? Képtelenség. Mi lehet? Nem lehet. Hát nyilvánvaló, ezeknek az eszközöknek a használatához, hogy egy színvonalas, minőségi, izgalmas, élményt jelentő televízióadást el lehessen készíteni, olyan szakemberekre van szükség, akik a különböző eszközöket megfelelő módon, magas színvonalú módon tudják működtetni. Ezt jelenti a digitális kompetencia, ezt jelenti a digitális írás és olvasástudás, hogy egyre, egyre izgalmasabb és bizony egyre jobban fizető állásokat lehessen ennek a tudásnak a birtokában betölteni nem csak digitális biztos, hanem felhasználó is. Mm. ingázik Brüsszel és Budapest között. Így Mondjuk igaz. az internet elérés és a letöltési sebesség tekintetében hol elégedettebb a viszonyokkal kint vagy idehaza? Most persze kétkedéssel fogadhatja e, néhány néző azt, amit mondok, és ez nem az egyébként természetes patriotizmusom megnyilatkozása. E, Kérem bárki akár egy turista úton ellenőrizze. Brüsszelben vagy Németországban, hiszen Strasbourgon van az Európai Parlament székhelyein, Strasbourg e, német oldalán, e, Kél, illetve Offenburg nevű kisvárosban szoktam akkor e, megszállni, össze nem hasonlíthatóan jobb színvonalú Magyarországon például a mobil internet szolgáltatás. A vezetékes internet szolgáltatást tekintve pedig az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Belgium szintjét elértük, beértük, és ha a szupergyors internet programot sikerre visszük, már pedig sikere fogjuk vitni, akkor elsőként az Európai Unió országai közül Magyarország lesz az, ahol minden háztartásban elérhető a szupergyors internet, azaz a legalább 30 megabit per szekundumos adatátviteli sebességű vezetékes internet kapcsolat. Nem Hoztam szóba, hogy felhasználó, hiszen számos közösségi oldalon rendszeresen ír megjegyzéseket, vagy kommentál aktuál Erről politikai fordul, eseményeket is. Ennek kapcsán egy érdekes bejegyzést találtam <kül> az egyik liberális portálon. Január 23-án lesz egy konferencia, amelyet a külügyminisztérium támogat, ahol egyébként az internet fejlesztésről szólalna majd fel, és amely konferenciának egy másik vendége, egy híres altrajtos -right amerikai blogger, konzervatív blogger, Milo Janopoulos is ott lesz ennek kapcsán meg is kérdezték Önt, hogy elmegye erre a fórumra, elmondja a beszédét, elmegy. Elmegyek, meghívást kaptam a konferenciát szervező Schmidt Mária vezette közalapítványtól, én ezt egy megtisztelő meghívásnak tekintem, én egy liberális hisztének látom ezt, a, ezt az egész kérdést, ma a internetes adócsökkentésről volt módom sajtótájékoztatót tartani, ott is egy újságíró megkérdezte ezt tőlem, hogy hát ez nem jelente nekem egy <kül> lelkismereti kérdést, és ott is azt mondtam, most is azt tudom mondani, hogy ami például komoly lelkismereti kérdést okozott, nekem az az, hogy én kettővel ültem horngyula mellett a, 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 Magyar Parlamentben. Amellett a horgyula mellett, akinek a most nagyon udvaresen fogok fogalmazni, meglehetősen ellentmondásos az 1956-os forradalmat követő terrorban való személyes részvétele miatt Sólyom László köztársasági elnök megtagadta hogy magas állami kitüntetést adjon. Na, ez egy nagyon komoly lelkismereti kérdés volt e, számomra. Ilyen ellegű problémát nem vett föl azon a konferencián részt vennem, ahol Csányi Sándor vagy Szijjártó Péter is a előadók között fog szerepelni. Most viszont az Európai Parlamentben ül, ahol ugye idén nálunk országgyűlési választások lesznek, jövőre 2019-ben viszont európai parlamenti választások. Mire számít, milyen küzdelemre, mi lesz a fő kérdés, hogy a tétje ennek a voksolásnak? Ugye én úgy látom, hogy az Európai Unió tagországait irányító kormányok vezetői, azok döntő többsége, az európai intézmények vezetőinek döntő többsége mindent megtesz annak érdekében, hogy elvegye a lehetőséget az európai polgároktól a tekintetben, hogy beleszóljanak, hogy mi legyen az illegális migráció, a betelepítéseket, illetően az ő véleményük, a fejük fölött hoznak döntéseket. Ez 2019-ben az európai parlamenti választásokkor már nem lesz lehetőség. 2019-ben én úgy ítélem meg, hogy a legfontosabb kérdés az az lesz, hogy mindaz akkor már 27 Európai Uniós tagországban, hiszen a Brexit után leszünk, az Egyesült Királyság polgárai már nem fognak részt venni az Európai Parlamenti választáson, arra kapnak lehetőséget az unió választópolgárai, hogy véleményt mondjanak hogy a szavazatukkal adott esetben gyökeres változást érhessenek el ebben az egész őrült migráns simogató politikában. Jellemzően viszonylag alacsony az európai parlamenti választásokon a részvétel. Csodálkoznék, ha európai... nem lenne jóval magasabb. Gondolja, hogy most aktívabbak lesznek? Egészen bizonyos vagyok. Képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.